Hurrá, hurrá, szép jó estét kívánok mindenkinek odahaza, és itt a stúdióban is. Nem leszek vidám itt az elején, mert hogy amiről beszélni leszek kénytelen, bevezetésképpen az meglehetősen undorító és ocsmány történet, és mint csebben a tenger, ismételten megmutatja, hogy egyébként az a politikai kör és annak a hátországa, amelyik most éppen azzal van elfoglalva, hogy az egész magyar jobboldalt pedofilozza, az valójában kikből is áll. Történt a héten, hogy egy fiatal ember beballagott az egyik lap szerkesztőségébe, megadta a nevét, telefonszámát, címét, e-mail címét, közölte, hogy most, amit el fog mondani, az de bármikor, akár a bíróságon is bizonyítékokkal hajlandó lesz alátámasztani. És akkor szeretné elmesélni, hogy amikor ő 15-16 éves fiatalkorú volt, akkor a nagy baloldali celeb, aki egyik szervezője volt a mostani nagy influencer tüntetésnek, hogyan is próbálta őt, hát hogy is van, csak fölszedni. Lakatos Márkról van szó. Gondolom, nem kell önöknek bemutatnom Lakatos Márkot. Nyíltan, vállaltan, homoszexuális emberről van szó. Aki, kezdjük innen, még tavaly decemberben adott egy interjút, melyben a következőt jelentette ki. Én aztán senkinek sem mondtam soha, hogy legyen meleg. Ahogy arra sem kértem senkit, hogy a szexuális orientációmat értékelje, vagy bármire átneveljem. Ez a Lakatos Márki nyilatkozat tavaly decemberéből. És akkor lássuk, hogy ez a nyilatkozat mennyiben áll összhangban a valósággal, mert ez a fiatal ember, aki bement ebbe a szerkesztőségbe, mindjárt ott is hagyta az általa lementett SMS váltásokat, amelyeket Lakatos Márkkal folytatott, mondom még egyszer, 15-16 éves fiatalkorúként. A éjszakai életben, ahol ez a srác is járt szórakozni, ahogy elmondja, ugye ez volt Lakatos Márk vadász területe, itt próbált meg fiatal fiúkat összeszedni, és kinézte magának ezt a srácot. Aki, ugye itt nyilván mindjárt az elején szögezzük le, hogy egy ismert celeb, ő, mondjuk engem nehezen szedne össze, de. Szóval egy ismert celeb, egy híresség, akinek nyilván pénze is van, ezt mindjárt szögezzük le, ez önmagában mondhatjuk úgy hatalmi helyzet. És nyilván, hogy fiatalok, akik nincsenek kiforrott személyiségi jegyeik, azok mondjuk jó terepet jelentenek az ilyenek számára. És ezt a srácot kinézte magának, és elindultak az üzenetváltások. Viszont a fiú, aki egy egészséges, normális, szilárd értékrendű, egy szerető, biztos családi háttérrel rendelkező srácról beszélünk, hát mindjárt az elején jelezte Lakatos Márknak, hogy hát ő a maga részéről heteroszexuális. Alakul egy lány, írja a közeledésre, mire Lakatos Márk azt az SMS-t küldi, hogy ó, hát attól még lehet, hát ez baráti ügy. Ezt úgy ízlelgessék rögtön. A srác rendkívül intelligens módon erre azt válaszolja, hogy hát mindenkinek máshol vannak a barátság határai. Mire jön Lakatos Márk válasza, a határokat át kell lépni. Itt rögtön álljunk is meg egy pillanatra, mert ez a határokat át kell lépni, ez az egyik legócskább
legundorítóbb, legföldhöz ragadtabb közhelye ennek a celeb világnak, meg nyilvánvalóan ennek a homoszexuális szubkultúrának is. Ó, hát persze, hát a határokat át kell lépni. Csak kérdezem én, miért is kell? Meg melyik határokat? Meg hány határt? Meg mi okból és mi célból? Csak azért, hogy mindenki kiélhesse a egyre betegebb és perverzebb vágyait, ezért minden fiatal embernek át kell lépni a határokat. Na, minden esetre a srác, mert egy egészséges, normális értékrendű gyerekről beszélünk, ez jelzi, hogy nem lehet mármint a határokat átlépni. Ezen nem tudok változtatni, írja Lakatos Márknak, aki értetlenkedve megkérdezte, hogy hát mín. És azt mondja, hogy az identitásomon, mondja a srác. Mire Lakatos Márk azt reagálja, hogy ó, mindenen tudsz, mindenen lehet változtatni, és különben is ezek csak nagy szavak. Ó, hát hogyne. Értjük mi ezt. Hát ha valakinek van egy határozott identitása, amit nem akar megváltoztatni, azok csak nagy szavak. Kis barátom, ne foglalkozz ezzel, hidd el, neked is nagyon jó lesz. Aztán jön egy rész ebben a kis üzenetváltásban, ami már egészen gyomorforgató. Lakatos azt írja ennek a srácnak, hogy most olvastam, hogy aktív vagy. Bemutatnád mennyire? Fiatal ember válasza, jaj, telefonon vagyok aktív. Lakatos, amúgy passzív? Ugye sejtjük, hogy miről beszél a Lakatos. A fiatal ember, ne, amúgy is aktív. Na akkor azt is megmutathatnád, de élőben, írja Lakatos. Mire a srác? Csak lányoknak. Mire Lakatos? Uncsi. Hogy csak lányoknak? Olyan kirekesztő, nem igazságos. Na most ugye, itt már vissza is csatolhatunk egy pillanatra, amivel kezdtük. Mit is mond Lakatos az interjúban? Én soha nem próbáltam senkit megváltoztatni, meg rábeszélni arra, hogy legyen meleg. És hogy föltegyük az íre a pontot, ez a srác, aki nagyon intelligens, ez egy adott pillanatban azt is közli, hogy ő kiskorú. Tehát, hogy világos legyen. Azt mondja, fiatalember üzenete, én még kisfiú vagyok. Lakatos. Milyen értelemben? Fiatalember. Hát milyen értelemben lehet kisfiú valaki? Lakatos. Te milyen értelemben mondod? Fiatalember. Te melyik értelemben gondolod? Lakatos. Hát te mondtad először, mire gondoltál? Srác. Hát én minden értelemben. Lakatos. Pontosíts. Fiatalember. Mondom, minden értelemben. Lakatos. Na és? Mikor lehet meghúzni a... ...... Fiatalember, a fülem? Lakatos. Is. Ahogy a mondás tartja, fülét, farkát. Itt be is fejezném az idézetet, és csak egyetlen kérdést engedjenek még meg itt a hangos gondolkodásomban. Mit is mondtam az előbb? Azt mondtam, és ezt fenntartom továbbra is, fiatalkorú, nem ehhez a sráchoz hasonló, hanem ebben az életkorban, ahol ugye a kamasz eleve lázadó, elbizonytalanodik mindenben, ha nincs biztos családi háttere, akkor pláne könnyen befolyásolható, lázadó, minden újdonságot ki akar próbálni, meg amúgy is mindennel, ami a szüleitől jött, azzal le akar számolni. Hát mindannyian ilyenek voltunk kamaszkorunkban. Most egy ilyen fiatalkorú számára, nem győzöm hangsúlyozni, egy ismertséggel, befolyással, egy celeb, akinek ráadásul sok pénze van, az egy ugyanolyan hatalmi
helyzetként tud adott esetben megjelenni, mint például a Bicskei gyermekotthon igazgatója és az ő diákjainak az aláfölé rendeltségi viszonya, igaz? Nem állítom, hiszen nem tudhatom. Csak fölteszem a kérdést. Ha Lakatos Márk, aki nyilván nem ezzel az egy gyerekkel próbálkozott, ezt onnan tudjuk, hogy a srác elmondja itt ebben a szerkesztőségben, hogy Lakatos Márk nagyon szerette a fiatal sportoló fiúkat, különösképpen a vízilabdázókat, és velük is próbálkozott, nyilván ugyanilyen módon, akik, olvashatjuk, nagyon hamar és nagyon durván elhajtották, de ők is megőrizték a telefonjukban a SMS-eket. Na most kérdezem én, ha Lakatos Márknak, nem állítom, csak kérdezem, ha feltételezzük, hogy csak egyetlen egy esetben összejött, csak egyetlen egy 15 éves, 16 éves srác, akkor az miben különbözik a bicskei iskola igazgatótól, aki egyébként ugyanígy 15-16-17 éves gyerekeket rontott meg, és hála Istennek 10 évet kapott. Mi a különbség a két eset között? És nem győzöm hangsúlyozni, ezek tesznek ki óriás plakátokat, hogy mi pedofilok, meg pedofil simogatók vagyunk. Na hát, ezt tessék ízlelgetni. Mondtam én, hogy nem lesz egy gusztusos történet, de amilyen a fogadj Isten, nem fordítva, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Úgyhogy senki se csodálkozzon. Ja, azt ugye mondanom sem kell, ez megjelent a mi nyilvánosságunkban most már 3 napja. Te valamiért a 444, a 24.hu, a HVG-t valahogy elkerülte a figyelmüket. Nem üldözik Lakatos Márkot élesre húzott mikrofonokkal, hogy egy pár szót, ha szólna erről. Ez nem érdekes. Hiszen ti vagytok a pedofilok, meg az Orbán, meg én. És akkor eltávolodván egy kicsit, bár nem teljesen a témától, amikor ezt elolvastam, akkor megint úgy voltam vele, hogy mindjárt megleped a fejem. Figyelj! Egy vizsgálat szerint spanyol katonák és rendőrök megváltoztatják a nemüket csak azért, hogy hozzáférjenek a nőknek szánt juttatásokhoz. Írja meg a Telegráf nevű brit újság. Ugyanis Spanyolország baloldali kormánya még 2022-ben hozott egy törvényt, amely megkönnyítette a formális átváltozást, és ezzel párhuzamosan növelte a katonai és biztonsági erőknél dolgozó nők számára nyújtott juttatásokat. És mit ad Isten, azóta 41 férfi változott nővé az észak-afrikai Ceuta spanyol területen szolgálatot teljesítő katonák közül, viszont a 41-ből csak 4-en változtatták meg a nevüket. Azt mondja, hogy, és most jön a kedvencem, rögtön előre is bocsájtom, mielőtt felolvasom Roberto Pedrigones 10-es nyilatkozatát, amióta kitört ez az LMBTQ elmebaj, ilyen baráti összejöveteleken, meg házi bulikon, évek óta viccelődök azzal, mert az olyan uncsi, hogy heteroszexuális férfi vagyok, kit érdekel, és szoktam mondani a cimboráimnak, hogy én úgy érzem, hogy én egy férfi testbe zárt leszbikus nő vagyok. És akkor ezeken hatalmasat röhögünk. Na, mostantól nem röhögünk, tesó. Ugyanis megérkezett Roberto Pedrigones,
A spanyol hadsereg tizedese, egyike a nem váltóknak. Tavaly regisztráltatta magát nőként, most több pénzt keres és jobb szálláson él. Idézet következik tőle. Kapaszkodj meg a székbe. Kívülről heteroszexuális férfinek érzem magam, de belül leszbikus vagyok. És ez utóbbi az, ami számít. Ezért hajtottam végre a jogi változást, hogy nő legyek. Nyilatkozta az El Espanyolnak Pedri Gómez tizedes, aki amúgy továbbra is szakállat visel. Te, hogy mennyire elférne Pedri Gómez fején egy irgalmatlan parasztlengő pofon, nem? És semmi harag, csak pusztán az élvezet. Szevasz, Pedri Gómez. Bum! Mi a baj? Semmi, csak olyan jól esett. És elmondja, amivel én évek óta röhögtetem a családot, meg a baráti kört, hogy férfi testbezárt leszbikus nő vagyok, ez a csávó ezt hót komolyan elmondja, és ő most nő azért, hogy többet keressen, meg jobb helyen lakjon. Na most ebbe az a baromi jó, hogyha, mint tudjuk, ugye most egyre többen vetik föl a teljesen elhűlt nyugaton, hogy küldjünk katonákat Ukrajnába. Hurrá, hurrá, hát ha lesz harmadik világháború, és mind megdöglünk. Ha Pedri Gómezt, meg a többi ezt a 41-et kiküldenék Ukrajnába, hát nagyon hamar lenne az a pénz, amiért hirtelen belülről orosszá változnának. És Pedri Gómez tizedes elmondaná, hogy én kívülről egy spanyol tizedes vagyok, de belül orosz. Mert kaptam elég lét. És mondaná, hogy és különben is ez számít. És hogy ha már, és legyen ez az utolsó témánk, ha már ilyen harciassá vált a nyugat, és egyre többen akarnak belépni fegyveres erővel Ukrajnába harcolni az oroszok ellen, Németországban a Forsa közvéleménykutató készített egy felmérést az RTL Deutschland megbízásából, melyből kiderül, a német lakosság 60%-a nem lenne hajlandó semmilyen módon fegyvert fogni, ha megtámadnák Németországot. 60% közölte, hogy ő, jó, nem 60, 59, nem fog fegyvert akkor sem, ha támadás éri. És még külön izgalmas, hogy ez hogyan oszlik meg életkorban, meg politikai hovatartozás szerint. A 18-29 évesek 45%-a, a 45 és 59 év közöttiek 44%-a hajlandó lenne harcolni a hazájáért, a 30 és 40 év közöttieknek már csak 34%-a. A zöldek természetesen a közöttük a legalacsonyabb azok aránya, aki bármilyen módon hajlandóak lennének harcolni a saját hazájukért, 35%-ük mindössze, még a Keresztény Demokrata Unió támogatóinak közel 50-49%-a még mindig fogna fegyvert. Na most így néz ki a német társadalom, és ebben a német társadalomban nyilatkozza Boris Pistorius, szociáldemokrata védelmi miniszter a következőt: hozzá kell szoknunk ahhoz a gondolathoz, hogy Európában háború fenyeget, Németországnak képesnek kell lennie arra, hogy megvédje magát, fel kell készülnünk a háborúba. Kivel, Boris? Na, és akkor a szünetbe ezt a kérdést tessék ízlelgetni, hamarosan jövünk vissza, és Lánci Tamás lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messzire.
Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Lánci Tamás, a Szuverenitás Védelmi Hivatal elnöke. Szervusz Tamás, köszöntelek. Még egy 20 percet tapsoltok, akkor nem kell melóznom. Tamás, lesz itt napi megbeszélni valunk, de én szeretném, hogyha egy kicsit messzebbről kezdenénk a beszélgetést, hogy ne mondjam, filozofálnánk itt egy kicsit az elején. Molnár Tamás, ugye a magyar származású filozófus, történész, professzor, számos nyugati és amerikai egyetem vendégtanára, 1991-ben jelentetett meg egy esszély kötetet, az a címe, hogy most kéne mondanom a címét, ha nem felejtettem volna el, Európa vége talán. De. Ez a biztató címe. Ez a biztató címe. Na minden, az a lényeg, hogy 91-ben az ebben a kötetben szereplő egyik esszéjében leírja, hogy a szuverenitásnak, Európa szuverenitásának vége van. 91-ben. És kifejti, hogy igazából Európa, mint Európa valójában sohasem volt teljes mértékben szuverén. A keleti felét a II. Világháború után a Szovjetunió szállja meg, a nyugati felét az Egyesült Államok, a nyugati felén az amerikai életforma, kultúra és ez a liberális hegemónia vert anyát, a keleti felén a szovjet típusú diktatúra és tervutasításos gazdasági rendszer, és aztán hiába a hidegháború vége, a szuverenitás, mint olyan, eltűnik, eltűnőben van, és nyilvánvaló, hogy Európa szuverenitásának elvesztéséhez vezető út elengedhetetlen állomása, hogy az európai nemzetállamok is elveszítsék a szuverenitásukat, ami azért nagyon sokáig Európa étosza volt, az európai nemzetek szuverenitása. Ezt 91-ben látja egy filozófus történész, eltelik 30 év, tartunk ott, ahol tartunk. Neked van rá valamiféle magyarázatod, vagy ötleted, hogy mikor és miért lett a szuverenitás gyakorlatilag szitokszó? És ez kinek fontos, hogy az európai szuverenitás és az európai nemzetállamok szuverenitása az a történelem szemétdombjára kerüljön, azon ideológia jegyében, hogy a nemzetállamok és a szuverenitás ideje lejárt, éljen a globalizáció. Kinek jó ez? Hát röviden kéne válaszolnom azoknak, akik fogva tartják Európát, akik a valódi szuverének, akik kívülről irányítják Európát, ők próbálják nekünk, magyaroknak, németeknek, spanyoloknak, franciáknak elmagyarázni, ne foglalkozzatok már ezzel a szuverenitással, ez egy lejárt lemez. De valójában ők a szuverének, ők akarnak szuverének lenni, és még szuverénebbek, tehát még több hatalmat szeretnének gyakorolni a nyugati világ felett. Ezt lehet látni. Egyébként Molnár professzor nagyon sokat írt erről a kérdésről, és én azt gondolom, hogy a kulcs az valahol a két világháborúban van. Ahogy annak idején az ókorban a görög városállamok ott a peloponészoszi háborúban gyakorlatilag teljesen lerombolták magukat, és utána kiszolgáltatták magukat a makedón hódítóknak, meg aztán a római hódítóknak. Na most nagyjából ugyanez ez a helyzet itt Európában, és két világháborúban leromboltuk magunkat, itt európaiak, és ezzel megnyitottuk a terepet az Ázsiából, illetve a tengeren túlról ide benyomuló világhatalmaknak. És az Egyesült Államok nagyon, tehát példásan, azt kell mondjam, hogy politikai értelem egészen zseniálisan használta ki ezt a lehetőséget. Túlélte a Szovjetuniót is, és valóban a hidegháború vége után, nem véletlenül, hogy 91-ben születik meg ez az írás, gyakorlatilag teljhatalmat szerzett Európa fölött. Na most én azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben ezt a hatalmát többé-kevésbé elegánsan, a saját maga által alkotott szabályokat betartva használta. Ebben most szerintem egyébként van változás.
Tehát számos olyan határvonalat lép át az Egyesült Államok bel- és külpolitikában, amelyre korábban nem volt példa. Éppen ugye tegnap az amerikai törvényhozás elfogadott egy olyan javaslatot, ami egy kínai tulajdonú oldalt, a TikTokot be akarja tiltani. Csak hogy ugye ez alapvetően szembe megy például az alkotmányuk első kiegészítése, ami a sajtószabadságról szól. Tehát az Egyesült Államok azért az elmúlt 200 valahány évben kibírta anélkül, hogy sajtótermékeket tiltana be. De most csak ez egy kérdés. Na, abból látszik, hogy ők azért harcolnak a szuverenitásukért. Csak itt Európában próbálják elhinteni és elmagyarázni, hogy ez már egy lejárt lemez, nekünk ezzel nem kell foglalkozni. Ezt jó, hogy említed, ugye úgy fogalmaztál, hogy a valódi szuverének azok, akik az európai szuverenitást és az európai nemzetállamok szuverenitását szeretnék felszámolni, zárójelbe tenni. Akkor mondjuk a te hivatalodra vonatkozóan hagyd tegyek fel egy kérdést, mert szerintem ez eléggé világosan megmutatja az iménti állításod igazságát. Ugye Brüsszel, Pressman úr, ő is jelezte már, az Unió rettenetesen föl van háborodva, hogy Magyarország létrehozta a szuverenitás védelmi hivatalt, és epét hánynak, hogy ez aztán végig a diktatúrába vezető út utolsó előtti lépcsőfoka. Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államokban mindazon kérdések szabályozása, amivel a te hivatalod foglalkozik, és majd erről mindjárt beszélünk részletesen, jól sejtem én, vagy jól tudom én, hogy lényegesen szigorúbb, mint a magyarországi? Igen, ezt az összehasonlítást egyébként könnyű elvégezni, most már magyarul is hozzáférhető az a 1938-as törvény, Egyesült Államokban hozott törvény, amely a külföldi ügynökökről szól. Lényegében bármilyen külföldi ágens, aki az Egyesült Államokban, az Egyesült Államok politikai életében megpróbál beavatkozni, annak magát kell regisztráltatnia, mint külföldi ügynököt. Tehát kap egy plecsnit. Tehát meg lesz bélyegezve, vagy ő egy külföldi ügynök. És nagyon szigorú szabályok vonatkoznak rá, és természetesen büntető jogi kategória, hogyha valaki ezt nem tartja be. Ez 38 óta érvényben van ez a törvény, egyébként többször szigorították is. De a helyzet az, hogy ha ezt a törvényt Magyarország bevezette volna, azt gondolom, hogy a felzúdulás még nagyobb lett volna. Magyarország az én hivatalomnak a létrehozásával, amikor az országgyűlés ezt a tavalyi évvégén elfogadta, tulajdonképpen én azt gondolom, hogy azon túl, hogy próbált egy hatékony eszközt teremteni a szuverenitás védelmére, egy szimbólumot is létrehozott, és azt mondta, hogy a szuverenitás fontos. Ezt ki kell mondanunk, meg kell védenünk. És ezzel nem csináltunk nagyon mást, mint amit az Egyesült Államok már elvégzett 80 évvel ezelőtt, és egyébként van még pár ilyen törvény Európában, amelyik védi, vagy hát legalábbis próbálja védeni az adott országnak a szuverenitását. Csak hát ugye, amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek, ezt már megtanultuk párszor. Utolsó filozofálgatós kérdésem, aztán jöjjenek a napi ügyek. Itt ülünk a legnagyobb nemzeti ünnepünk elő estéjén, Talpig kokárdában. És most, hogy itt ezt az első kérdéskort megbeszéltük, felötlött bennem. A mai globalista szuverenitás elleni mainstream szellemi áratlat szerint, ha lenne logika bennük, akkor 1848. március 15-ét azt be kéne tiltsák. Hát ha volt a világon valami, ami a magyar szuverenitás kivívásáról szólt, akkor az a 48-49-es forradalom és szabadsághoz, nem? Abszolút. Tehát ez a modern magyar nemzetnek a születésének a pillanata, akkor a magyar nemzet kimondta, hogy ő létezni akar. És ezt törvényekbe foglalta, utána az áprilisi törvényekbe, tehát gyakorlatilag kialakította azokat az intézményes kereteket, amelyekben élni kívánt. Az más kérdés, hogy utána több birodalmak megfosztották. Tehát a történet az ma sem más nagyon, mint ami volt 180 évvel ezelőtt. Igen. Nekem nem véletlenül kérdeztem, ha már akkor, ugye nyilván te találkoztál vele, de talán a kedves nézők is, hogy Brüsszel most ott tart, hogy központi
utasítások szerint az EU-s tagállamok történelem oktatását szeretnék átformálni, ahogy ők fogalmaznak, megreformálni, és ezen reformok lényege, hogy a történelem oktatásból, hát vegyük már ki a nemzeti történelemre vonatkozó részeket, és helyette tanítsuk Európát. Úgyhogy nem véletlenül mondtam, hogy hamarosan betiltjuk, majd már betiltják ők. Abszolút, tehát az emlékezetpolitika talán az egyik legfontosabb eszköze a szuverenitás felszámolásának, és ez olyan jó haladt Nyugat-Európában, hogy a történelemoktatást mint olyat lényegében felszámolták. Tehát a történelmet gyakorlatilag egy olyan haszontalan kacatnak minősítették, amivel már nem érdemes foglalkozni. Ne is emlékezzél rá, hogy ki vagy, honnan jöttél, mit tettek az őseid, hogy te most itt lehess. És most ezt akarják európai szintre emelni, és törvénybe foglalni, és kötelezővé tenni. Remek. Akkor itt az idő, hogy megkérdezzem hazatérve és a te hivatalodról szót. Röviden, te hogy látod a Magyar Szuverenitás Védelmi Hivatalnak mi a legfontosabb szerepe, amit be kell töltsön, mi a legfontosabb munka, amit el kell végezzen? Hát erre egy triviális választ lehet adni. Meg kell védeni a magyar szuverenitást, illetve mindenkit figyelmeztetni kell arra, akinek ez feladata, hogy ezt a feladatát vegye komolyan. Ugye a magyar corpus jurisba belekerült az a mondat, hogy a szuverenitás védelem az minden magyar állami szervnek a feladata. Na most én azt gondolom, hogy az állami szerveknek rengeteg feladata van, bűnüldözéstől elkezdve, közigazgatás megszervezése. És én abban bízom, hogy ez a passzus, ez a törvényi passzus, ez nem csak egy ilyen írott malaszt marad, hanem ezt mindenki komolyan veszi. És ebbre szeretném mindenkit figyelmeztetni is a jövőben. Egyeztetéseket folytatok, hogy az állami szervek, amelyek leginkább hatékony eszközei a szuverenitás védelemnek, vegyék komolyan ezt a feladatukat. Tehát amikor jogot alkalmazzák, akkor lebegjen ott a szemük előtt ez a szempont is. De a saját hivatalomra visszatérve, tehát mi elsősorban figyelünk és nyilvánosságra hozunk. Vizsgálatokat folytatunk, és ott, ahol szuverenitássértést észlelünk, ott jelezzük a megfelelő és illetékes szerveknek, hogy tessék szépen alkalmazni a megfelelő jogi passzusokat, és tessék elvégezni azt a feladatot, és megvédeni a magyar szuverenitást. Ez nem egy hatóság, tehát a mi hivatal, az én hivatalomnak a legfőbb ereje az a nyilvánosság. Ugye közelednek a júniusi kettős választások, ugye Európa parlamenti képviselőket választunk, illetve önkormányzati választások lesznek Magyarországon. Ma már az ellenzék sem tudja tovább tagadni azt a tényt, hogy a 22-es országgyűlési választások során külföldi beavatkozás történt a magyar választásokban. Ezt azért nem tudják tovább tagadni, mert azok a NGO-k, civil szervezetek, amelyek ezt az egészet bonyolították, meg a pénzt kapták és osztották, azoknak a vezetői, illetve az Egyesült Államok hasonló figurái, meg a pénzt adók vallják be, mondják el kamerába, hosszú hetek óta lehet figyelemmel kísérni, hogy miket is beszélnek erről. Tehát nincs mit tagadni tovább. Ebből viszont adódik a kérdés, hogy most már van egy ilyen hivatalunk is, amit te vezet. Van arra mód, esély, lehetőség, hogy például a júniusi választások során megakadályozzuk azt, hogy még egyszer külföldi beavatkozás történjen a magyar választáson? Tegyük tisztába, tehát beavatkozási kísérlet ez mindig lesz. Tehát abban ne reménykedjünk, hogy ilyen nem fog történni. Ébernek kell lenni, fel kell ezekre készülni, a repedéseket, a réseket, azokat be kell tömni, hogy ott még véletlenül se szivároghasson be semmi. Én azt gondolom, hogy az előttünk álló választásokra a felkészülés egyébként annyiban már megtörtént, hogy ezt a 22-es visszaélést, ami 21-ben kezdődött, ezt már részben azért föltárták a magyar hatóságok, még teljes egészében azért nem ismerjük, de nagy részt föltárta, és azért a magyar nyilvánosság erről már egy képet kaphatott.
És ezt gondolom, hogy ez, tehát lelepleződtek bizonyos szereplők, és ez azért ez egyfajta immunitást vagy védettséget ad. De azért nem szabad magunkat elbízni, illetve hangsúlyozni kell, hogy azok a szereplők, akik megpróbáltak beavatkozni a 22-es választásba, ezt a tervüket nem fogják feladni. Találnak majd új eszközöket, új csatornákat. Tehát meg fogják próbálni ismét és ismét, kijátszva a magyar jogszabályokat, beavatkozni a magyar szuverenitásba. Ahogy egyébként ezek a szereplők, a videó, ezeket az általad említett videó felvételeken, ezt teljesen leplezetlenül el is mondják. Tehát arról beszélnek, hogy ők Soros György pénzéből, tehát meg is nevezik Soros Györgyöt, tehát letagadhatatlan a dolog, nincsenek mikroadományozók, nincsenek titkos jótevők, nem. Tehát egy jótevő van, jótevő, az úgy hívják, hogy Soros György, meg is nevezik az aktorok, az ő pénzéből Magyarországon politikai rendszerváltást akarnak elérni. Ebben nincsen, azt gondolom, hogy változás, hogy milyen új lehetőségeket fognak kitalálni, hát erre tehát figyelni kell, folyamatosan nézni kell a magyar jogszabályokat, hogy hol kell még rajta igazítani, erre nekem is vannak egyébként javaslataim, meg terveim, hogy hol kell bezárni olyan kiskapukat, amin keresztül még mindig be tud türemkedni ez a befolyásszerzési kísérlet. Muszáj megkérdeznem, és ez részben össze fog függni az előbb már általam felvetett kérdéssel. Mit tudunk arról most így hirtelennyében mondani? Mi történne az Amerikai Egyesült Államokban, ha mondjuk a magyar állam valamely szervezetén vagy alapítványán keresztül, vagy valamelyik magyar milliárdos mondjuk 4-5-6 milliárd forintnyi dollárt juttatna el választások előtt, maradjunk akkor a politikai realitásnál, mondjuk a republikánusoknak. Mi történne Amerikában ebben az esetben? Hát a fantáziám az sok mindent el tud képzelni. Azt gondolom, hogy azok, akik az Egyesült Államokban amerikai állampolgárként ebben közreműködnének, azok nagyon-nagyon hamar eltűnnének. Hogy egy börtönben vagy máshol, azt én nem tudom, de eléggé hamar véget vetnének ennek. Ebben a kérdésben az Egyesült Államok egyébként a saját jó felfogott érdekei szerint, szerintem azt gondolom, hogy helyesen jár el, tehát végtelenül kíméletlen, brutális és következetes. Igen. Tehát ez történne, igen. Igen, csak a kérdés részem is költői volt, mert nagyjából erre a válaszra számítottam, csak ugye innen visszafele, kap egy vajszínű árnyalatot megint csak, amikor mondjuk Pressman itten stentori hangon ide ordít, hogy hát ez itten nagyon nem demokratikus, hogy ti itten ezeket a NGO-kat bántjátok. Csak erre akartam. Igen, amit civil szervezetnek nevez, de hát érthető, tehát ő is védi a sajátjait. Tehát azokat az aktorokat próbálja védeni, akik a magyar szuverenitás kárára egy másik szuverenitást építenek. Mit, mint szuverenitásvédelmi hivatal, illetve annak vezetője, egyrészt mit szólsz, hogyan véleményezed az ellenzék Európa parlamenti képviselőinek brüsszeli tevékenységét, amelyről most már ők büszkén mesélik el, hogy mi melót fektettek abba, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós pénzeket. Nyilván véleményezheted, hiszen a hivatalod többek között erről is kell, hogy gondolkodjon. Másrészt pedig van-e bármiféle lehetőség a mai magyar jogszabályi környezetben, hogy ez ellen fel lehessen lépni? És ha nincs, akkor lehet-e teremteni olyan jogszabályi környezet? Hát teremteni bármit lehet. Ugye a jelenlegi jogszabályi környezetből érdemes kiindulni. Ugye a rendszerváltás után a hazaárulásnak a bűncselekménye, vagy ez a tényállás, ez benne maradt a magyar jogrendben, de tulajdonképpen igazából soha senki nem alkalmazta. Tehát ilyen perek nem folytak le, ilyen ítéletek nem születtek. Talán volt egy, ahol ráadásul egy 80-as években az Egyesült Államoknak kémkedő pastas ítéltek el egészen furcsa körülmények között, de lényegében ez nem volt használva. És nyilván azért, mert volt egy félelem, hogy ennek a hazaárulás tényállásnak a használata az visszavisz minket a 89 előtti világba, ahova hát nem akarunk visszatérni. De azt gondolom, hogy,
és ez egy jogászi munka. Hogy ezt a tényállást lehet, hogy érdemes ennek kidolgozni, átgondolni, beszélni a magyar bíróságokkal is, hogy ők hogyan értelmezik ezeket a passzusokat. Tehát például, ha valaki azon dolgozik, hogy Magyarországot megfossza a neki járó, jogosan járó támogatásoktól, és erre büszke, a saját hatáskörét, a saját befolyását erre használja, hogy akkor ez minek minősül. Ezt én nem tudom megmondani, tehát én nekem erről lehet egy véleményem, meg a nézőknek neked is lehet egy vélemény, szerintem nagyjából ugyanazt gondoljuk erről, de a probléma az, hogyha a magyar bíróságoknak erről más a jogfelfogása, a véleménye, akkor hiába jelenti föl mondjuk az adott politikust, ellenzéki politikust valaki, valószínűleg egy papírt fog csak szerezni arról, hogy bűncselekményt nem követett el. Tehát azért mondom, hogy itt a jogászoknak van, a jogalkotóknak és a jogalkalmazóknak van egy feladata, hogy ezt a kérdést rendbe tegyék és tisztázzák, hogy mit tekintenek hazaárulásnak. Van-e a szuverenitásvédelmi hivatalnak elképzelése, vagy egyáltalán dolga abban a kérdéskörben, hogy hogyan lehet tovább, fogalmazunk így, fehéríteni az úgynevezett civil pénzeket, vagy civil szervezetek keresztül áramló pénzeket. Igen, tehát ez a, mondjuk, hogy a magyar közéletnek a lágy alteste, ez az egész úgynevezett civil világ. És akkor itt szerintem pontosítsunk valamit, amikor civilekről beszélünk, akkor nem a bélyeggyűjtőkről, nem a néptánc együttesekről beszélünk, hanem azokról a nyomásgyakorló szervezetekből, amelyek külföldi forrásokat felhasználva, magukat civilként feltüntetve politikát csinálnak Magyarországon külföldi érdekből kifolyólag. És itt van egy 21-ben és 22-ben ugye volt egy olyan visszaélés, erre szerintem mindannyian emlékszünk, illetve zajlik ezzel kapcsolatban egy büntetőeljárás, amikor egy ellenzéki politikus úgynevezett mikroadományokat, amelyről szerintem kiderült, hogy minden volt, csak nem mikro és nem adomány, bevitt ugye a bankba, és betette egy számlára ezeket a pénzeket. Na most, ezt azért tudta megtenni, és lehet a mai napig is megtenni, mert tulajdonképpen az adománygyűjtésnek a szabályai azok mondjuk, hogy nagyon lazák. A jogalkotó annak idején abból indult ki, hogy normális emberek normális célokra fogják használni az adománygyűjtésnek, a készpénzes adománygyűjtésnek a lehetőségét. Én azt gondolom, hogy ezen szigorítani kell. Tehát be kell vezetni egy értékhatárt a civil szervezeteknél, most az egyházakra ez nem vonatkozna, civil szervezeteknél be kell vezetni egy értékhatárt, és az a fölötti készpénzgyűjtést az egész egyszerűen meg kell tiltani. Aki adományt akar gyűjteni, az gyűjtse digitális módon, ellenőrizhető módon, tegyük ezt átláthatóvá. A másik pedig, hogy meg kell oldani és tisztába kell tenni a civil szervezeteknél a, mondjuk úgy, hogy a keresztfinanszírozásnak a kérdését. Kapnak külföldről egy adományt, abból fedezik a működési költségüket, a hazai pénzeket pedig elkezdenek kampányolni, és ezzel kijátsszák tulajdonképpen azt a törvényi szabályt, amelyik megtiltja számukra a külföldi pénzek kampányolási tilalmát, a kampányolási lehetőségét. Tehát itt ebben is egyfajta átláthatóságot kell szerintem teremteni, úgy kell megváltoztatni a jogszabályt, hogy a külföldről kapott pénzeket elkülönítve kell kezelni, és világossá kell tenni, hogy azokat mire használták föl. Nem lehet összekeverni a hazai forrásokkal, nem lehet ezzel, nem szabad, hogy engedjük, hogy ezzel trükközzenek. Utolsó kérdésem, mert ez szorosan összefügg mindazzal, amivel kezdtük, a szuverenitással. És valószínűleg a te hivatalodnak ezzel nem lesz dolga, de ennyi civilséget talán megengedhetsz magadnak, hogy elmondod a véleményedet. A héten röppent föl az a, tehát sajnos több, mint hír, mert ez egy készülő törvénytervezet az Európai Parlamentben és Brüsszelben, miszerint megtiltanák, elvennék nemzetállami hatáskörből, hogy az úgynevezett migráns segítő civil szervezeteket, ha bármi törvénytelenséget követnek el, azt a brüsszeli tervek szerint mostantól majd tilos lenne a nemzetállamoknak, a tagállamoknak szankcionálni. Na most, mikor én ezt először hallottam, akkor azt hittem, hogy megreped a fejem. Erről mi a véleményed? Ha már szuverenitással kezdtük, akkor fejezzük is be ezzel.
tágabb válasz, rövid, de tágabb összefüggésbe fogom elmondani a válaszomat. A hivatalomnak egy fontos feladat annak tekintem, hogy az összes ilyen őrült javaslatot, ami Brüsszelből jön, azt idejekorán jelezzük. Tehát már amikor fölbukkan, fölmerül, még el se érte a jogalkotás szakaszába, már akkor föl kell ismernünk, hogy valami sérti a magyar szuverenitást. És itt, és nem csak a jogalkotásra igaz ez, hanem a jogalkalmazásra is, mert nagyon sokszor Brüsszel a jogalkalmazáson keresztül alkot jogot. Akkor a bizottsághoz egy döntést, vagy az Európai Bíróság, hát ők látszó csak egy adott ügyben hoztak valamilyen döntet, de valójában abból aztán jogszabály lesz, és azzal csorbítják a nemzetállami szuverenitást. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezekben a kérdésekben Magyarország nem adott felhatalmazást a brüsszelieknek. Ez egészen egyértelmű. Ez egy túlterjeszkedés, amit le kell állítani. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra.